Tűzugrásra készülnek a látogatók az év leghosszabb napján a Sóstói Múzeumfaluban. Szent Iváné éjszakájára több százan látogattak ki. Ez az egyik legnépszerűbb esemény a Múzeumfalu programjai között. A 2017-es év programjait bemutató sajtótájékoztatón elhangzott. Utóbbi rendezvény sikere is hozzájárult ahhoz, hogy fennállása egyik legsikeresebb évét könyvelhette el a Múzeumfalu 2016-ban. Számokban majdnem 65 ezer látogató látogatta meg tavaly a Sóstói Múzeumfalut, ami az előtti évhez viszonyított 3 ezer fős emelkedést mutat. Viszont ennél sokkal lényegesebb az a pénzbevétel, amit tavaly a Múzeumfalu generált, ugyanis emlékeim és kutakodásaim szerint a tavalyi év volt a legjobb eddig a Múzeumfalu történetében. Több mint 40 millió forintot belépőjegyekből és különböző bérlésekből, programokból szedtek be a Múzeumfalunak a munkatársai, amihez külön is gratulálok nekik, mert az egész éves munkájuknak ez egy nagyon szép mutatója. Az idei szezon április 1-én kezdődik. Április 17-én tartják meg a hagyományos húsvéti locsolkodást. Május elején pedig a majálist rendezik meg egy világítás történeti kiállítással fűszerezve. Lesz múzeumi világnap. Június 5-én tartják meg a pünkösdölést, amit június 23-án a Szent Iváné követ. Júliusban múzeumi világnapot tartanak, a hónap közepén pedig egy új program keretében. Elsősorban a gyerekeket várják a Múzeumfaluba. Július 30-án kerül erre sor, és ez egy ilyen 100 forintos gyermeknap is lesz egyúttal a nyár közepén, tehát nem szokványos módon a gyereknapon, hanem nyár közepén, július 30-án gyermekkiállítással várjuk a látogatókat, és azért is gondoltunk erre az időszakra, mert hiszen a Sóstó ilyenkor már meg Nyíregyházán is azért van már turistaforgalom, és úgy szeretnénk elkészíteni, hogy ne legyen nyelvi akadálya, tehát bárki, bármilyen nyelvű, kultúrájú családok, gyerekek jöhetnek hozzánk is, élvezni fogják. A legközelebbi rendezvény a február 18-ai múzeumi farsang lesz. Március 4-én pedig a tavaly is nagy sikert aratott magbőrzét rendezik meg a Sóstói Múzeumfaluban.